mit csinálsz? Hát akkor itt most hozzáadom a 12-t. 12? Igen. Mit? 12 mit? X-et. Jó, X-et lehagytod véletlenül. Matematika órát tartanak a Nyírbátori Bátori Anna Református Általános Iskolában. A diákok azonban nem füzetben jegyzetelnek, laptopon oldják meg a feladatukat. Az iskolában pénteken adták át a digitális tudástermét. A fiatalok körében pedig sikernek örvend az új tanulási lehetőség. Nekem nagyon tetszik, mert szerintem is sokkal egyszerűbb, és már hozzánk képest is modernebb ez az egész, mert már ugye mi is a számítógépek világában nőünk így fel, és már nekünk is így sokkal egyszerűbb, és szerintem a tanároknak is. A matematika mellett a kémia és fizika oktatásban is nagy hasznát veszik mind a diákok, mind pedig a tanárok a számítógépeknek. A számítógépnek a felhasználásával matematikai példákat oldunk meg most éppen per pillanat, de bármilyen más tantárgy esetében megvalósítható. Új ismeretszerzésre is használható, nagyon nagyszerűen tanároknak segíti a munkáját, és a tanulóknak az otthoni gyakorlását nagyon nagy mértékben elősegíti, mert tudja magát ellenőrizni, és a gép segíti a továbbhaladásban. A digitális tantermet pályázati és saját forrásból összesen 10 millió forintból alakították ki, hogy a gyerekek modern körülmények között sajátíthassák el a tananyagot. Ezzel ugye tudjuk biztosítani a gyerekeknek azt a lehetőséget, amit a kor, a gyerekek is, illetve a szülők is igényelnek, hogy a legmodernebb eszközökkel, ugye laptoppal, vagy ugye a saját okostelefonjukkal tudjanak bekapcsolódni az óra menetébe, és az itt megszerzett ismereteket otthon is tudják ugye gyakorolni. A kormány is támogatja a digitális oktatás fejlesztését. Közel 62 milliárd forintot fordít a tantermek modern kialakítására, eszközök beszerzésére, kísérleti programok támogatására. Az a célunk, amelyet a digitális stratégiákban is, digitális oktatási stratégiában is lefektettünk, hogy pár éven belül elérjük azt, hogy 500 fő alatti diáklétszámmal rendelkező iskolákban 100 megabit per szekundum, és e fölötti, tehát 500 diáklétszáma fölötti iskolákban pedig 1 gigabit per szekundum sávszélességgel tudjuk a diákok igényeit kiszolgálni. Fontos, hogy minden tanteremben, tehát ne csak minden iskolában, ami már megvalósult, hanem minden tanteremben hozzáférjenek a tanárok az internethez. Legyen lehetőség 3D-s megjelenítésekre, ahol az iskola erre pályázik, és ahol van olyan tanár, amelyik ezeket a szoftvereket tudja használni, meg tudja jeleníteni interaktív módon 3D-s eszközökkel azt, amit a diákok számára akár természettudományok területén, akár máshol meg akar jeleníteni. A digitális oktatás fejlesztésével a kormány fő célja az egységesen jó minőségű oktatás megteremtése 21. századi modern körülmények között. Ezt azért is tartják fontosnak, mert a mai diákok kétharmada valószínűleg olyan, ma még nem létező munkakörben fog dolgozni a jövőben, amely munkakör egészen biztosan a digitális világhoz kapcsolódik.